Boromisza Viktorral beszélgetek a Kalocsai Városházán, a város folyamatban lévő projektjeitől, és most az érdekelne leginkább, hogy a projektek elhúzódása miatt van-e olyan pályázatunk, ami esetleg veszélybe kerül? Lehetséges-e, hogy van köztük olyan, amit nem tudunk megvalósítani határidőig? A jelenleg folyamatban lévő Kalocsaváros önkormányzat által elnyert pályázatok kapcsán annyit tudok elmondani, hogy jelen pillanatban a hatályos támogatási szerződésekben rögzített véghatáridőket figyelembe véve egyetlen egy olyan pályázatunk kapcsán merült fel eddig olyan módosítási igény, aminél egyértelműen láttuk, hogy a fizikai befejezés a támogatási szerződésben szereplő véghatárideig nem teljesíthető. Ez pedig az úgynevezett topos pályázat keretében megvalósuló óvodafejlesztés kapcsán merült fel, hiszen itt 2020. február 28-a volt a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidő. Ezt azonban a projekt jelenlegi előrehaladásának függvényében szinte kizárt volt tartani a befejezési határidőként. Ezért itt kezdeményeztük a támogatási szerződés módosítását, és ezt most már hatályosult is. A módosítás sikerrel vettük, 2020. december 31-éig ki tudtuk tolni ennek a megvalósítási határidejét. A többi pályázat kapcsán jelen pillanatban nem látom akadályát annak, hogy a támogatási szerződésben rögzített véghatárideig befejeződjenek. Nyilván ez időközben a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások, engedélyezési eljárások függvényében változhat, azonban mihelyt azt tapasztaljuk, hogy az eredeti véghatáridő teljesítése veszélybe kerülhet, azonnal kezdeményezni fogjuk a támogatási szerződések módosítását. Tehát erre lesz lehetőség. Igen, van lehetőség, de jelen pillanatban úgy gondolom, hogy minden pályázat esetében a szerződésben rögzített véghatáridőt tudjuk tartani. Az lehetséges-e, hogy a késések miatti, sokat hallottunk róla, hogy a költségek, az építőipari költségek megnőttek, a kapacitás lekötöttség, alapanyag áremelkedés, minimálbér, stb. Emelkedése miatt jelentősen növekednek az építési költségek. Lehetséges-e, hogy a tervezetnél jobban a zsebébe kell nyúlni majd az önkormányzatnak egy-egy projekt esetében? Igen, ez a kérdés, ez jogos, ezzel már ugye többször foglalkoztunk. Igen, a kérdésem igen, várhatóan elő fog fordulni olyan pályázati eset, amikor az önkormányzatnak az eredetileg a támogatási szerzésben vállalt önerőn felül szükséges lesz önerőt vállalni a pályázat megvalósításához. Elég, ha csak arra gondolok és szemléltetem, hogy az elmúlt egy hónapban két EFOP-os pályázatot is az önkormányzatnak az időközbeni építőipari árnövekedések következményeként vissza kellett mondania, hiszen arányaiban olyan mértékű áremelkedés tapasztaltunk, amely már a projekt megvalósításához képest, a megvalósítási költséghez képest indokolatlanul magas költségnövekményt jelentett. Jelen pillanatban az összes többi jelenleg hatályos pályázatunk kapcsán azt el tudom mondani, hogy vélhetően várhatóak költségnövekmények. A mértékét egyelőre pontosan nehéz meghatározni. Elég, ha csak azt érzékeltettem, hogy van olyan pályázatunk, amelyet 3 évvel ezelőtt nyújtottunk be, és a megvalósítás és a pályázat benyújtását követően eltelt 3 évben milyen piaci változások következtek be az építőipar berkein belül, akkor úgy gondolom, hogy ez kellően érzékelteti azt, hogy várhatóak további áremelkedések a projektek kapcsán. A mértékét azt majd a közbeszerzési eljárásokat követően fogjuk tudni pontosan behatárolni. Mi arra törekszünk most a projektek előkészítése kapcsán, amit az uniós pályázatok is megengednek, hogy a pályázatokon belül azokat a szükséges műszaki tartalom változtatásokat, a racionalizálásokat meg fogjuk tenni, hogy ezeket a költségnövekményeket minél észszerűbb kereteken belül tudjuk tartani,
tehát hogy az önkormányzatnak a lehetőségehez mérten minél kevesebb erővel kelljen ezeket a beruházásokat kiegészítenie. Egyébként a közbeszerzési eljárások azok a tervek szerint haladnak? Nem minden esetben, voltak csúszások, mondhatom azt a tervezések folyamán. Nem csak az építőipari kapacitás, hanem a tervezői kapacitás is eléggé lekötött a jelenlegi időszakban, úgyhogy nem mindent tudtunk teljesen az ütemterveknek megfelelően megterveztetni, eljutni a közbeszerzési fázisig, de még mindig nem olyan mértékűek a csúszások, amelyek időközben nem korrigálhatóak. Jó, köszönöm szépen!